Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Alkotmány utca Budapest, és itt van kiállítva az aranyvonat, amit egyébként aztán 2 éve újítottak föl. Hát nem tudom, ezt lehet, hogy meg lehet nézni belülről is, mindjárt megnézem, de a túloldalról is csúszott csinálós nittet. Hát igen, tehát túloldalt is megnézem, meg hogyha be lehet menni, akkor belülről is. Hát így néz ki a másik oldalról. És itt van a belseje. Hát, mennyire látszik. Na, hát így néz ki, most mondták, hogy csak kordonon kívül lehet. És közben elhúzták a függönyt, úgyhogy belülről nem tudom megnézni. Nézzétek kordonon kívül, de csak ennyire tudom megmutatni. Igen, egyébként itt augusztus 20-ára készülnek a vonatot, és akkor hozták ide, és majd akkor nyitják ki. Hát akkor viszont én külföldön leszek, úgyhogy azt nem tudom megnézni. Úgyhogy most még felveszem erről az oldalról, aztán szerintem ennyi. Ebből többet nem tudok így kihozni. És hát akkor itt van a másik oldala, és ennyi. 20-án fogják megnyitni, és akkor belülről is meg lehetne nézni, de hát akkor én meg nem leszek itt így. Bizony, ez a már nosztalgia, vagy pedig hát most már élt út. És ott a honállomás is. Vasúttörténeti park, és van egy 2020. augusztus 18-án. Akkor lett felújítva. Megkapta a 12 jegyű azonosító számot is. És akkor ez a kultavlog, ez ennyi lett volna innen. És látjátok, még hoztak ide sinkavicsot is, meg sineket is. Ez most ennyi lenne, ennyit lehet kihozni. Hát, ha valaki esetleg erre jár augusztus 20-án, akkor belülről is megnézheti. Én nem leszek itt. Megköszönöm, hogy ezt is megnéztétek, ez tényleg csak egy ilyen gyors vlog volt innen. Sziasztok!